állunk meg. 21 kérdés, gyorsan végigmegyünk rajta. Legelőször március 16-án tűnt fel az Opera közösségi felületein egy új online műsor az Alfától Operáig. Muzsika vagy felvágott? Nem is nagyon emlékszem, hogy milyen kérdésekre válaszoltam, és ugye pont ez a jó benne, hogy az emberből előjön az ösztön, és rögtön azt mondja, amit a barátainak is azonnal elmondanak. Lényege, hogy 441 kérdésből találomra egy számítógép által kisorsolt 21 kérdést válaszol meg spontán egy operatársulati tag. A néző pedig így olyan dolgokat tudhat meg a szereplőről, mint még soha. Mikor döntötted el, hogy művészettel fogsz foglalkozni? Még nem döntöttem el biztosan. Ha bármelyik természeti képződménynél énekelhetnél vagy táncolhatnál, hol lenne az? Énekelnék a Niagaránál, és én lennék a hangosabb. Az Opera közösségi oldalain naponta kétszer láthatják a Dalszínház művészeit és munkatársait, ahogyan 21 aktuális kérdésre válaszolnak 21 témában 2021-ben. A hölgyeknek Ókovács Szilveszter főigazgató, az uraknak Gyüdi Melitta, az Opera Café műsorvezetője hangján szólalnak meg a néha egészen váratlan kérdések. Helyből zseni voltál, vagy lassan ébredő intellektus? Hát azt hiszem az utóbbi, hogy lassan ébredő vagyok. Milyen állat lennél szívesen, illetve ha muszáj? Talán macska lennék, egy jó, kövér, jól táplált, aranyos, szőrös házi macska. A sorozatból egy-egy társulati tagról az is kiderül, például, hogy jött az életébe a művészet. Arra emlékszem, hogy 3 éves koromban az óvodába nem úgy álltam, mint a többiek, hanem fordítva, és egy másfajta csákó volt rajtam. Szóval én már akkor énekeltem, nagyjából ekkor. De olyan kérdésekre is választ kaphatunk, milyen egy operaénekes szomszédjának lenni. Hol szoktál gyakorolni otthon? És mit szólnak a szomszédok? A konyhában nagyon szeretek énekelni, ott minden együtt van. A kotta, az illatok, kivételesen a szomszédunk imádja, amikor énekelek, és azt mondta, hogy csak az énekhang hallatszik át. Se a kávédaráló, se a turnégép nem. A játék lelkét adó kérdésgenerátort a héten közkincsé is tették. Akik videófelvételen elküldik saját válaszaikat, kis ajándékkal gazdagodnak majd, sőt, az is lehet, hogy az ő felvételük lesz majd az online sorozat záró része. Részleteket az Opera közösségi oldalán olvashatnak.